Elekes Gyula tűzzománc kiállításának ad otthont az elkövetkező időszakban a Marosvásárhelyi Bernádi Ház. A tárlat megnyitott március 18-án este 18 órától tartották, a művész munkáit Nagy Miklós Kund méltatta. Hosszú idő után ismét kiállításnak ad otthont a Marosvásárhelyi Bernádi Ház. A csütörtök esti tárlat megnyitón Székely udvarhelyi művész volt a galéria vendége Elekes Gyula személyében, aki Örökség című tűzzománc műveinek válogatását tárja a marosvásárhelyi látogatók elé. Régóta halogatott kiállítás, már rég beütemeztük, aztán a járvány mind tovább és tovább tolta. Most úgy döntöttünk a művésszel, hogy ha nem is nagyon nagy közönséggel és a szabályokat betartva, de megnyitjuk a kiállítást. Elekes Gyula a hazai tűzzománc művészet egyik markáns képviselője. Tulajdonképpen ez a műfaj ritkán jelentkezik a kiállításokon, éppen amiatt, hogy kevesen művelik. Elekes Gyula zománc művész 1980 óta dolgozik ezzel a művészeti technikával, azóta is folyamatosan képezi magát külföldi magániskolákban és alkotó műhelyekben. A művész ugyanakkor oktatja is az általa elsajátított tudást gyerek és felnőtt csoportoknak egyaránt. Meg kell ismerni nagyon a műfajt, nagyon meg kell ismerni a technikai részét, de mi minden alkotási folyamatnak megvannak a technikai fogásai, azt a tudást el kell sajátítani, gyakorolni kell, és akkor hát az eszköztár, amit felhalmoz az ember az év során, akkor alá tudja rendelni a mondandónak, de a megálmodott, elképzelt alkotásnak. A gazdag formai és színvilágot tartalmazó két és háromdimenziós műveket április 15-ig lehet megtekinteni a Bernádi Ház kiállító termében.